Köszöntöm Önöket, a fogadórát látják. Hamarosan sportpálya, valamint játszótér létesülhet a Cséplő utcai telken, továbbá újabb járdákkal bővült Rákoskeresztúr. Hogy mely helyszínek voltak ebben érintettek, ezekről fogok többek között beszélgetni vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban Nagy Anikót, Rákoskeresztúr 7. számú választó kerületének önkormányzati képviselőjét. Köszöntöm Önt és a kedves nézőket. És akkor kezdjük beszélgetésünket, ahogy már itt fölvezettem elsőként, a Cséplő utcai telekkel. Miért akkor beszélnénk pontosan, hogy ez a sportpálya, illetve játszótér hogyan néz neki? Erről a helyszínről mit lehet tudni, mik az előzmények? Ez egy régóta elhanyagolt, gondozatlan terület, ez a Cséplő utcai telek. Ez a Cséplő utca, az Egerszalók és az Egervár utca közötti üres telek, ami a fővárosi önkormányzat tulajdonában volt, ezért nem tudtunk mi ott semmit sem tervezni és megvalósítani. Sikerült hosszabb idő alatt megszerezni a tulajdonjogot, tehát kértük a fővárostól, és most született meg a döntés nem régen, hogy a főváros átadja nekünk ennek a tulajdonjogát, úgyhogy most már tudunk rá valamit tervezni. El is kezdődtek most már a gondolkodás, hogy mit szeretnénk oda, játszóteret, sportlétesítményeket, kutyafuttatót, ugye ezeket meg kell terveztetni, és aztán a kivitelezést is el tudjuk kezdeni. Úgyhogy nagyon szeretnénk ezt használni, úgy, hogy a környéken lakóknak legyen játszótér, legyen sportlehetőség, a kutyát is ki tudják vinni, úgyhogy ezt tervezzük. Igen, ahogy szóba hozta, hogy a fejlesztésnek ugye még az előkészületei zajlanak. Hogyan jött maga ez az ötlet, hogy sportpálya és játszótér legyen? Mert mondhatjuk, hogy ez az ön körzetében egyfajta hiánypótló lenne? Hát a körzetemben az egyik játszótér az a Tápió téri játszótér, de az elég messze van. Tehát az én körzetem elég nagy területet foglal el, és a Tápió tér messze van azoknak a lakóknak, akik hát ott Rákoshegy közelében, meg a Pesti úti lakóparkban lakó családokról van szó. Tehát nekik átmenni a Pesti úton egy ilyen játszótérre, a Tápió térre, az ugye macerás. Tehát náluk nincs a közelben játszótér. Ez a terület közelesne azokhoz a lakókhoz, a Bélavár utca, a Kivevágó utca, meg az egész Pesti úti lakópark, és ott ez számukra ideálisan könnyen elérhető közelségben lenne ez a játszótér, úgyhogy szeretném, hogyha ez megvalósulna minél előbb. Ezen felül hosszú távú terv az is, hogyha majd ez a helyszín megépül és létesül, hogy itt tudjanak szervezni mondjuk eseményeket, családi napokat, rendezvényeket? Hát igen, akkor ez lehetőséget adna, hogy az én körzetemben is legyenek rendezvények, ugye akár egy gyermeknapot meg lehetne ott rendezni, de egyéb eseményeket is, akár sporteseményeket is lehetne itt tervezni ezen a területen. Nézzük akkor a második témánkat, ugye hamarosan sor kerül a nagy hagyományra, visszatekintő, igen népszerű lomzsákosztásra. Ez természetesen az ön körzetében sem fog elmaradni. Pontosan ez hol lesz, mely napokon, illetve ha jól tudom, akkor idén már ön is fog majd házhoz szállítani, illetve idén is? Igen, hát a lomzsákosztásnak ugye az a célja, hogy ne égessék el a lombot a lakók, mert ugye ezzel szennyeznék a környezetet, elviszik ezeket a zsákokat, és aztán elkomposztálják, amit lehet ebből. Nagyon sokan szeretik és használják, évről évre egyre többen igénylik a lomzsákot. Hát most már második, harmadik éve kiviszem, ahova csak tudom, tehát most össze fogom írni, hogy ki az, aki szokott kérni rendszeresen lomzsákot, és be fogom dobni. Ez úgy szokott történni, hogyha bedobom, lefotózom, hogy az udvaron ott a lomzsák, és ez helyettesíti az aláírást, mert ugye azért át kell venni. Hogyha ez így megfelel, akkor ezeket úgy végig szoktam az egész körzetemben hordani, és aki meg esetleg nem jelentkezett, vagy nem szeretné, hogy én bedobjam neki a zsákot, meg lefotózzam az udvaron, akkor az el tudna jönni a napraforgó bölcsödébe, a Sági utca 5 szám alá. Ott szokott lenni egyébként is a lomzsákosztás. Szeptember 30-án lesz az egyik időpont, pénteken délután 5 órától 7 óráig, a másik időpont pedig október 1-én, szombaton 10-től 12 óráig. Szerintem már kevesen maradnak erre az osztási időpontra, mert a többségnek én ki fogom vinni a zsákot. Egy fontos átvételi lehetőség van, ugye ez a meghatalmazásos dolog, ez hogyan néz ki? Igen, hogyha valaki nem tud eljönni, és azért ez előfordul, hogy akár valamilyen elfoglaltsága van, vagy beteg, vagy akármi kórházban is van, az is nagyon gyakran előfordul, akkor ismerősnek, szomszédnak, rokonnak egy meghatalmazást ír, abba beleírja az adatait, meg ugye az átvevő adatait is aláírják. Sokan szoktak ezzel élni, hogy elmegy a szomszéd, és akkor a többieknek is elviszi a zsákot, de akkor tényleg kell meghatalmazás. Egyébként is személyigazolványt és lakcímkártyát kérünk,
hiszen csak a körzetemnek tudok biztosítani zsákot, tehát hogyha a kerületből mindenhonnan érkeznek, akkor nem fog jutni a körzetemben lakóknak. Úgyhogy sajnos azokat el szoktam küldeni, aki nem a körzetemben lakik. Nézzünk akkor egy zöld témát, ugye a nagy kerületszerte tapasztalató fajültetési akcióból ön sem maradt ki, ez mely helyszínt érintette, hány darab fát, illetve ugye ezeket most a nagy nyári asszályos időben ugye gondozni kellett, hogyan tett ön is ezért? Igen, hát szeretnénk pótolni azokat a fákat, amik ugye már kiöregednek, elszáradnak, látjuk sokfelé a kerületben, hogy ugye sok fa már akár kivágásra is szorul, mert már nagyon öreg. A Tápió téren van például ilyen, az akácfák már nagyon kezdenek kipusztulni, és a helyükre, még nincsenek kivágva, de néhány év múlva már ki fogjuk őket vágni, a helyükre most körisfákat ültettünk, kb. 17 darab fa került a téren elültetése. Ezek hát két éves csemeték, de nagyon fontos, hogy locsolni kell őket, hiszen a mostani aszályban nem csak a néhány éves fák, hanem nagy fák is kipusztulnak, kiszáradnak. Úgyhogy a locsolás egy részét a Rákosmente Kft. Végezte, hetente egyszer nagyjából meglocsolták ezeket a fákat, illetve én kimentem egy kannával, ott van egy kút, egy ilyen szabadtéri kút, és abból locsoltam a fákat rendszeresen. Egyébként volt, hogy ingatlanok elé is ültettünk fákat, hogy lakók kértek fát, és volt, ahova sikerült szintén ültetni, és kérném is, hogy a lakók a házuk előtt levő fákat locsolják meg. Tehát ilyen aszályos időben hetente egyszer-kétszer muszáj meglocsolni, mert sokkal egyszerűbb meglocsolni, mint újraültetni, kivágni és újraültetni egy másik fát. Azt látom, hogy nagyon sok helyen a ház előtt is száradnak ki a fák, és hát lehet, hogy a lakó arra vár, hogy majd az önkormányzat meglocsolja, de nem. Tehát a mellékutcákban az önkormányzat nem gondozza a közterületeket, ugye a parkokat, játszótereket gondozza, illetve a főutak mentén levő közterületet gondozza az önkormányzat, a többi a lakók dolga. A járda építési programból sem maradt ki az ön körzete, egész pontosan itt három utcáról beszélünk, melyek ezek, milyen hosszú járdaszakaszok ezek, és mekkora segítséget jelentettek ezek az ott élők számára. Igen, a járda javítási program is egy plusz dolog, ami nem kötelessége gyakorlatilag az önkormányzatnak, ugyanúgy nem, mint ahogy a mellékutcákban levő járda melletti területek gondozása sem feladata az önkormányzatnak, tehát a lakóknak a feladata a járdaépítés, de valamennyi járdát minden évben szoktunk javítani, építeni. Ahol már nagyon rossz a járda, és úgy látjuk, hogy a lakók önerejükből nem tudják ezt megoldani, illetve érkezik hozzánk ilyen jellegű kérés, de akár csak én látom, hogy tényleg tönkre van menve a járda, ott igyekszünk felújítani és új járdát építeni. Három helyszínen építettünk az idén, a Szárny utcában egy szakaszon, a Csodás utcában és a Cséplő utcában építettünk egy szakaszt. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, mert hozzám érkeznek panaszok, rendszeresen elesnek az út a járdán. Tehát ugye, ahogy ez a járda rongálódik, a fák gyökere is megemeli, tehát sokszor az emberek egyszerűen sietnek, és van, hogy elesnek, és megsérülnek, tehát ezzel foglalkozni kell. Ezért is volt, tehát fontos ez a fejlesztés, és nagy segítség is. És akkor egy másik fontos téma, útjavítás, ebből sem maradt ki természetesen a körzete. Mely utcában történt ez, milyen jellegű munkálatok, és azóta sok-sok bíztató, pozitív visszajelzés már érkezett a úthasználók részéről? Hát igen, a Kévevágó utca a felújítása készült el, még valamikor júniusban. Hát nagyon örültünk neki, ez az utca összeköti a Bélavár utcát és a Napkelet utcát, és nagyon forgalmas. Ezen az utcán kevesen laknak, itt kevés ingatlan van, tehát kevés lakó az, aki közvetlenül itt lakik, és érinti őt az utcának a minősége, viszont a környék használja. Tehát a környékről a Bélavár utcából és Napkelet utcából is nagyon nagy forgalom érkezik erre az összekötő, a két utcát összekötő útra, ezért nagyon hamar kikátyúsodott, és hát az megoldhatatlan volt, hogy évente többször kátyúzni. Úgyhogy most végre sikerült elérni, hogy ez egy új aszfaltfelületet kapott, úgyhogy most nem lesz a kátyúzásra szükség. És akkor azóta mondhatjuk, hogy mindenki nagyon aktívan használja, és nagyon örülnek most már, hogy ez egy forgalmas utca, örülnek. Előtte meg rendszeresen érkeztek a bejelentések, úgyhogy szerintem ez mindenképpen egy örömteli esemény volt, hogy ez elkészült. Akkor végül még egy örömteli eseményről kell, hogy beszéljünk. Ugye nagyon sok olyan útszakasz vagy útrész van, ahol a gyalogosok nagyon veszélyes volt átkelni, de ennek orvoslására egy nagyon fontos helyszínen történt a gyalogos átkelőhely létesítése. Mely ez a helyszín pontosan? Igen.
Hát a Csabai úton, ugye a Szárny utca torkolatánál, ott két buszmegálló között épült egy járda szigetet is kapott az úttest közepén. Sokszor kaptam kérést ezzel kapcsolatban, amit továbbítottam, és mégis nagyon sok év telt el, mire sikerült ezt megcsinálni, mert ugye nem a mi kezelésünkben van ez a terület, hanem fővárosi kezelésben, és valahogy nehezen ment át. Tehát 2019-ben végre elkészült, tehát már gyakorlatilag 2 éve használjuk, de hát már én nagyon régóta, vagy 10 év óta kértem, hogy ez készüljön el. Nagyon jó, hogy elkészült, nagyon biztonságosnak találom, és hát köszönjük is, hogy végül is sikerült ezt megcsinálni a főváros részéről. És akkor a sok-sok örömteli esemény után egy utolsó dolog maradt még, a műsor címéből adódóan fogadóra szeretném megkérdezni a lakosok és a nézők számára, hogy mikor szokott ön tartani fogadórát, hogyan lehet önnel fölvenni a kapcsolatot. Igen. Hát közé van téve a hírhozóban, ugye minden hírhozó számban benne van a képviselők fogadóórája. Én gyakorlatilag ezt úgy szervezem, hogy közé van téve a telefonszámom, és engem felhívhat a lakó, hogyha valamit szeretne. Azt gondolom, hogy hasznosabb, mint havonta egy alkalommal várni a lakókat, ugyanis így nincsenek időhöz kötve. Tehát bármelyik nap, hát jó, nem szoktak hétvégén hívni, de én akkor is felveszem a telefont. Tehát amikor szükség van rá, felhívnak, én igyekszem minél hamarabb kimenni a helyszínre, ott megtekinteni azt a problémát, amit felvetett a lakó. Úgyhogy megszüntettem azt, amikor hirdettem havonta egy alkalmat, és akkor vártam lakókat, mert hát nem nagyon jöttek. Tehát épp az az időpont nem volt alkalmas. Így viszont az egész hónapban lehetősége van arra, hogy engem felhívjon, megbeszélünk egy időpontot, ami neki is alkalmas, nekem is, megtekintem a helyszínt, amiről beszélt, és akkor sokkal gyorsabban meg tudjuk oldani a problémát. A lehetőség tehát adott, és akkor reméljük, hogy fel is veszik önnel a kapcsolatot. Ezekkel a gondolatokkal zárjuk beszélgetésüket, sok fontos dologról tudtunk beszélni. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és további eredményes és sikeres munkát kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!